Sziasztok! Ebben a videóban egy madárpókos témáról fogunk beszélgetni, méghozzá a Tapinagenus revízióról. Első körben szeretném megköszönni Marty Hüsszernek, hogy elkészítette ezt a papírt, és számunkra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy hozzájárulhattunk az állatokkal. A téma nagyon érdekelt minket, mármint a Maciraci Spiders-t, és több éve vártuk ennek a revíziónak a megjelenését. Számunkra azért érdekes, mert az eddig leírt Tapinagenusok közül az Eleni az egyetlen, amit nem tenyésztettünk. Na de vágjunk is bele! A 30 oldalas revíziót lerövidítve a lényeget megragadtam, és most csak ezt mondom el neked. A Tapinagenus gigászt és a Tapinagenus Elenét átsorolták egy új Pseudoclamoris megnevezésű génuszba, ahol kapott egy harmadik, egyben új leírt társát, a Burgessit. A Tapinagenus genuszba két új faj lett leírva, a Rusty és a Polybotus. Rustyt a hobbiban SP Caribbean Diamond vagy SP Union Island néven lehetett eddig megtalálni. A Tapinagenus subcarolus nomenduibium, azaz felejtsük el, mert nincs. De most figyelj! Érdekességképpen megemlíteném, hogy a subcarolus a hobbiban szinte biztosan megegyezik az SP Columbian nevű állattal. És a Burgessi kísértetésen hasonlít rá, ráadásul az élőhely is megegyezik vele. Szóval összefoglalva, neked annyit kell tudni, hogy mától Pseudoclamoris gigász, illetve a Caribbean Diamondot Tapinagenus Rusty. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha szeretnél több madárpók témával foglalkozó videót, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, írd meg a kommentet, és csá!